Határtalan kultúra, Magyarország és Horvátország közös kulturális termékeinek fejlesztése. Ezt a címet viseli az a kerekasztal megbeszélés sorozat, aminek 5. állomását tartották Pécsen áprilisban. Baranya, magyar és horvát felét akarják összekötni, ez a cél. A kultúra az elsődleges, de a turizmus a média területén is, illetve volt egy olyan kerekasztalunk, ahol a tudományos területen dolgozó kollégákat szerettük volna elérni, illetve el is értük. Nagyon fontos, hogy a különböző információk áramoljanak a két baranyai terület között, illetve hogy megtaláljuk azokat a programokat mi itt Magyarországon, a magyar horvátok, illetve a magyar magyarok, akik Baranyában, Eszék környékén élnek, illetve vice versa. Tehát azt szeretnénk, hogy a horvátországi baranyaiak megtaláljanak minket, megtalálják azokat a programokat, amik itt elérhetőek az ő számukra. A tavalyi fényfesztivál volt egy jelentős együttműködésünk. Itt a fényfesztiválon a horvát partner volt a fókusz, tehát a Horvátország volt a fókusz, és itt nagyon aktívan együttműködtünk. Itt volt az összes horvát kollega, nagyon sokan jöttek Horvátországból nézőként is erre a programra. Nagyon sok olyan kulturális határterület van, ami bevonza az embereket, ilyen a gasztronómia, a villány, a borvidékeink, és ugyanígy a határ másik oldalán is a gasztronómiai kultúra nagyon fejlett, nagyon sok közös ilyen eseményünk volt, ahol ők is eljöttek hozzánk, akár villányban, akár a környező városokban. Nagyon fókuszálunk, igen, ahogy mondta, és nagyon fókuszálunk arra, hogy azok a határterületek, amik mondjuk nálunk itt Beremend és a környéke eléjük, ezért pont most is itt vannak azok a kollégák, a helyi önkormányzatok képviselői, a helyi horvát önkormányzatok képviselői, azokból a kis falvakból is, amik a határon vannak, épp azért, hogy megtalálják egymást. Ezért fontos a kapcsolati háló kiépítése, mondja Kulcsár Erika. A horvát oldalon is sokat adhat ez a kezdeményezés, mondja az Eszéki Kulturális Központ igazgatója. Olyan lehetőség azt ez nekünk, hogy különböző közös programokat, fesztiválokat szervezünk, és már kezdtünk is ezen dolgozni, mert a régió közös múlttal is persze gazdag, és ebbe együtt az van, hogy az emberek hasonló dolgokra kíváncsiak, ismerek egymásnak egy picit, ami mondjuk ez a kezdő lázatát, hogy továbbra is egymást ismerkedjek meg, és ezek mind nagyon jó alapok, hogy tovább kezdjük építeni ezeket a dolgokat, és azért nagyon boldog vagyok, hogy a pécsi városvezetőség, hogy a kulturális intézmények, főleg a ZSÖK-nek a vezetői is olyan szinten látják ezt a közös működést, mint ahogyan mi is, és hogy nagyon rendszeresen, meg erősen kezdtünk azon cselekedni, hogy tényleg ilyen konkrét programok történjek meg, és hogy már az idén, de a következő években is egy ilyen rendszeres ilyen programcsere, meg közös fesztivál alakuláshoz jussunk. Az együttműködés elkezdődött, voltak már közös programok. Már kezdtük ilyen kis lépésekből, úgyhogy tavaly már küldtünk egy Eszéki Landart szobrast Nikola Fallert, aki itt a 48-as téren csinált egy nagyon szép Landart installációt. Azzal a csereprogrammal most is fogunk következni, hogy májusban is szeretnénk ajándékozni a pécsieknek egy ilyen hasonló programmal, mert igazából az intézmények nagyon egyszerűen tudnak együttműködni. Ami valóban nagyon izgalmas lenne az, hogy sikerül nekünk az embereket is mozdítani. Úgyhogy nagyon sok időt fogunk rátölteni, hogy ezeket a kommunikációs igazából alapokat építsük föl, hogy a magyarországi meg a horvátországi határ oldalról tudják az emberek, hogy mi zajlik a másik országban, és hogy olyan programok legyenek, ahol nagyon lesznek ilyen szívesen látva horvát meg magyar vendégek. Tehát ez azt jelenti, hogy többet kéne fordítanunk, hogy többet kéne a két nyelvi használatra is adni, hogy azért értsék egymást, hogy programok is olyanok legyenek, hogy nem
nem legyen fontos, hogy egy nyelvi dolog, tehát ha mondjuk színházról beszélünk, és azon kezdtünk dolgozni, hogy olyan programokat már kezdtünk építeni, és szerintem sok is lesz ebből. Még persze vannak olyan erősségek mindkét oldalnak, amik használni kell, mint a például az eszéki karácsonyi vásár, ami nagyon ilyen közkedvelt dolog Horvátországban, és nagyon közel van Pécshez, és egy ilyen érdekes másféle programot jelentene a pécsi közönségnek, mint ahogy nekünk például a Fényfesztivál, mint egy ilyen csoda dolog, ami csak ilyen 80 km-rel van Esziktől. De ezeken a területeken azért ilyen kommunikációs részen még rengeteget kéne dolgoznunk, hogy valóban tudjuk ezeket kihasználni, mert egymásnak nem vagyunk konkurencia, hanem másba erősek ezek a város, meg ezek a régiók, és szerintem közösen sokkal többet fogunk gazdagodni minden szempontból, mint maguktól egy-egy. Mi már kezdtünk, már vannak programok, ami történnek, úgyhogy az idén szerintem már a következő hónapokban is látható lesz, hogy ebből már rengeteg van, de szerintem jövő évtől már rendszeresen tudunk ismerkedni ezeket a programokat, és tudni, hogy ez a két városi kapcsolat tényleg erős. A megbeszélések a Nemzetiségek, mint hidak a közösségek között című Interreg program keretében zajlott. A projekt fő célja a kommunikáció és az információ áramlás növelése, együttműködési hálózatok kialakításával a határmenti régióban, ugyanis annak ellenére, hogy számos projektet hajtott végre Pécs és Eszék közösen, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az információ áramlása a határ két oldala között még mindig nagyon alacsony.